November végéig benyújtja az energiasapkáról szóló legújabb javaslatát az Európai Bizottság, ezt írta a Politico. Brüsszel annak ellenére erőlteti a gázárának szabályozását, hogy arra már több alkalommal nemet mondott több tagállam, köztük Magyarország is. A kormány szerint, ha megvalósulna a gázársapka, akkor Európába még kevesebb gáz érkezne, ami tovább mélyíteni a szankciók miatt kialakult energiaválságot. Az Európai Bizottság még az uniós energiaügyi miniszterek novemberi találkozója előtt benyújtja a gázársapkáról szóló javaslat részleteit, írja a Politico. Vagyis Brüsszel ismét megpróbálja rákényszeríteni a gázárak szabályozásáról szóló, már többször elutasított javaslatát a tagállamokra. Ha elfogadnák Brüsszel tervét, akkor a mostaninál is kevesebb gáz lenne az Európai Unióban, ugyanis a Gazprom korábban közölte, ha bevezetnek egy ilyen korlátozást, akkor nem szállít gázt Európába. Az ársapka, amely gyakorlatilag az orosz gáz európai piacról történő kiszorítására irányul, ez egészen egyszerűen abszurd. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban azt mondta, Magyarország nem támogatja a gázársapka bevezetését, mert az egy álcázott szankció, ami az energiaárak további emelkedését hozná és súlyosan fenyegetné Magyarország energiaellátását is. The outlook for next year has weakened significantly. Brüsszel annak ellenére akar újabb az energiahordozókat érintő szankciót bevezetni Oroszországgal szemben, hogy a kontinensre az ideinél is nehezebb év vár 2023-ban. Néhány napja az uniós gazdaságpolitikai biztos is már nyíltan beszélt arról, hogy jövőre Európa recesszióba süllyedhet. Paolo Gentiloni azt mondta, egyebek mellett a magas energiaárak is felfelé hajtják az inflációt, és már látszik, hogy az magasabb lesz, mint amire számítottak. Kizárólag ideológiai szempontok vezérlik az Európai Uniót, illetve annak vezetőit. Brüsszel eddig 8 szankciós csomagot fogadott el, és azokból tisztán látszik, hogy nem az európai emberek érdeke, hanem kizárólag a politikai szempontok számítanak az uniós vezetőknek. Erről a századvég vezetőelemzője beszélt az M1-en. Halkó Petra azt mondta, Brüsszel még úgy sem hajlandó változtatni, hogy mára egyértelművé vált, a szankciók árát nem az oroszok, hanem az európai emberek fizetik meg, és a büntető intézkedések lassan romba döntik az európai gazdaságot. Nagyon komoly árat fizet az Európai Unió, illetve az európai gazdaság. Innentől kezdve pedig kérdésessé válik, hogy miért ezt az utat folytatják az Európai Uniós vezetők, amikor látják, hogy ennek a következményei teljes mértékben is egyértelműen az európai polgárok fizetik majd meg. Lassan elfogynak azok a szavak, amelyekkel a brüsszeli döntések abszurditását lehet jellemezni, ugyanis a bürokraták nem törődnek az emberi tragédiákkal, a szankciók miatti gazdasági nehézségekkel, hanem kitartanak a katasztrofális embargós politika mellett, mondta Dajcs Tamás a Kossuth Rádióban. A Fidesz EP képviselője szerint úgy tűnik, Brüsszel nem azon dolgozik, hogy béke legyen Ukrajnában. Ahelyett, hogy az Európai Unió élve a politikai eszközökkel, élve azzal, hogy egyébként azt gondolja magáról, hogy jelentős világpolitikai befolyása van, ahelyett, hogy a fegyverszünet érdekében tenne diplomáciai lépéseket, azt követően béketárgyalások megkezdése érdekében a brüsszeli bürokraták részéről folyamatosan olyan nyilatkozatok hangoznak el, amelyek csak olajat öntenek a tűzre, amelyek eszkalálják csak a háborút. Dajcs Tamás hangsúlyozta, a bürokratákkal szemben Orbán Viktor az, aki folyamatosan arról beszél, hogy minél hamarabb békére van szükség, ugyanis ez nem csak Magyarország, hanem Európa és az egész világ érdeke is.